Anya, csinálnál nekem vajjal kevert csoki spiritot sütemény szeletet? Ó, Fröntjö, miért nem készíted el magadnak a süteményt? Anya társaságot vár. Istenem, mindent nekem kell csinálni! Sosem leled meg dű-dű, bárhogy is keresed valakit, aki szeretett kedvese, hogy én is sosem leled meg dű-dű-dü-dü-dü-dü-dü. Únagás, sosem leled meg azt a kedvet. Mi a fasz folyik itt? Kicsim, a barátaid szeretnének beszélni veled. Erik, a barátaid és a családod nagyon aggódnak a súlyod miatt. Értem? Mivel? Attól tartok, lehet egy kis problémád. Igazad van, Bakker, tényleg van problémám. Terence és Filip megy a tévében, és nincs hova ülnöm. Ezt úgy hívják közbelépés, Erik. A barátaid és mi mindannyian közbelépünk most, és elküldünk egy testsúlykarbantartó kezelésre. Dagi táborba? Igen, oda. Nem tudom, ki találta ki ezt az egészet, de hogy biztos, hogy nem megyek semmilyen racsis dagi táborba? Erik, itt mindenki azért jött el és fizetett, hogy elmenj a táborba, mert aggódnak miattad. Kivéve engem, én csak látni akartam az arcod, amikor megmondják a dolgot. Mondd meg nekik, anya, mondd meg nekik, hogy nem vagyok kövér, csak erős csontú, hogy a családomban mindenki kövér kisgyerek volt, de aztán ki nőtték. Ó, Prüntjöm, azok mind hazugságok. Egyszerűen kövér vagy. Ó, kicsim, ne légy mérges, biztos vagyok benne, hogy jól fogod érezni magad, és amikor visszajössz, egészséges leszel és karcsú. Üdv mindenkinek, én vagyok az egyik testsúly szakértői. Tő biztos Eric Cartman lesz. Igen, attól tartok most egy kicsit morcos. Hát majd megváltoztatjuk. Szia táborozó, a nevem Rick, hogy mint? Totál ki vagyok akadva, Rick, és te hogy vagy? Én remekül.